Mindenkit üdvözlök, köszönöm, hogy megnézték az eddigi videókat, és most megint próbálunk egyet csinálni, amivel szerintem tartozunk, vagy én úgy érzem, hogy tartoztunk vele. Arról azt ígértem már a korábbi videóban is, hogy beszélünk már végre egyszer alaposabban az olajoknak a jelöléseiről, motorolajoknak a jelöléseiről. Egy pár dolgot már említettünk korábban, ezt most megint el fogom mondani, de egy kicsit jobban belemegyünk a részletekbe. Látszik, hogy a legnagyobb szám, vagy a legnagyobb felirat ugye az olaj nevén kívül, ez a, ahogy mi mondjuk SAE, ugye SAE-nek kéne mondani, mert ugye angol rövidítésről van szó, ez a Society of Automotive Engineers, vagy Engineering, ezt nem tudom pontosan, tehát az Autómérnökök Egyesületének a rövidítése, és utána jön a viszkozitás jelölés, 15 vevé 40. Az a folyadék, amelyik könnyen folyik, nagyon, nagyon könnyen folyik, annak kisebb a viszkozitása, amelyik nehezebben folyik, annak nagyobb a viszkozitása. Klasszikus például a víz, aminek kicsi a viszkozitása, könnyen folyik, így szobahőmérsékleten. Sokkal nagyobb a viszkozitása például a méznek, ami szobahőmérsékleten nehezebben folyik. Tehát minél nagyobb a viszkozitása egy olajnak, annál nehezebben folyik, annál kevésbé folyós, és minél kisebb, annál könnyebben folyik. Kisebb viszkozitású olaj, folyósabb olaj hamarabb eljut a kenési helyekre, mint egy nagyobb viszkozitású, ami ugye már is egy kiválasztási szempont lehet. Tehát 15W40-es a jelölés. A V betű W előtti szám az a hideg viszkozitást jelzi, az utána lévő szám a meleg viszkozitást. Valamikor ezt régen téli viszkozitásnak hívták az első számot, ugye a W betű erre is utal, ugye az angol winter, meg a német winter szó is a térre utal. Tehát a W előtti szám az a téli viszkozitás, vagy hideg viszkozitást, az utána levő száma régen a meleg viszkozitást, vagy nyári viszkozitást jelentette. Ez abból az időből származik, amikor még kétféle olajat használtak az autókba és a motorkerékpárokba, sőt tulajdonképpen szinte mindenhová, mert egyszerűen nem tudtak még olyan olajokat készíteni, amik átfogták volna a motor teljes, illetve a környezeti hőmérséklet teljes tartományát. Ez például egy fokozatú olaj, ugye itt van rajta, Itt látszik a 30-40-es jelölés, itt nincsen előtte vevé és a vevé előtt, vagy a W előtt még egy szám. Tehát ez körülbelül egy 30-as, 40-es meleg viszkozitású olajnak felel meg. De például veterán járművekben létezik a mai napig egyfokozatú 50-es olaj, a nagybetűkkel rá is van írva, hogy ez 1950 előtti járművekbe való. Valóban az előtt még külön volt nyári viszkozitás és téli viszkozitás. Utána viszont kifejlesztették a több fokozatú olajokat, az egyik első egyébként a 20W50-es olaj volt. Ez az olaj még azért érdekes, legalábbis az én számomra, mert ez teljesen másként épül föl, mint egy mai olaj, ez ásványolajbázisú, nem szintetikus, de az érdekesség benne, hogy az adalékolása teljesen más, mert a régi járművekben, az 50 előtti járművekben nem volt olajszűrő. Ott pont az volt a baj, ha korom, a kis fém részecskék lebegésben maradtak az olajban, mert akkor végig ott keringtek volna motorban és koptatták volna. Ott az volt a jó, ha ezek a részecskék kirakódnak valahol a karter alján vagy az olajtartályban. Ma viszont pont az a fontos, hogy ezek lebegésben maradjanak az olajba és az olajszűrőben akadjanak el. Na ennyit az egyfokozatú olajokról. A hideg viszkozitást és a meleg viszkozitást teljesen külön kell kezelni, máshogy is közelítik meg. A téli viszkozitástnál, vagy folyósságnál, téli folyósságnál, ott a dermedést szokták mérni, tehát azt vizsgálják, hogy hol dermed meg az olaj. És ez nagyon jól összefüggésbe lehet hozni a környezeti hőmérséklettel, szemben a nyári vagy a meleg viszkozitás, amit régen nyári viszkozitásnak hívtak, ott sokkal kisebb ez a kapcsolat. Ha a W előtti számot levonjuk 40-ből, csak így egészen egyszerűen, akkor megkapjuk mínusz fokban, hogy hol dermed meg az olaj. Tehát például egy nullás olaj, nulla W-s olaj, az mínusz 40 fokon dermed meg. A 15-ös olaj, tehát a 15 W-s olaj, az mínusz 25-ön, ezt mutatja itt ez a táblázat is különben. Itt látszik, hogy még külön vannak szedve a fokozatok, hogy a nulla W-s olaj, az mínusz 40 fokon válik akkora, olyan hatalmassá viszkozítás, hogy megdermed. És láthatjuk, hogy a 15 W-sé, az mínusz 25-ön.
Tehát ez a téli viszkozítás itt tényleg nagyon egyszerű. Vonjuk ki a számot 40-ből, és megkapjuk, hogy mínusz hány fokig fokon dermed meg az olaj. A meleg viszkozítás viszont egy teljesen más történet. Sokáig itt is azt terjedt el, hogy az a külső hőmérséklet, az igazság, amíg én is leírtam, nem is egyszer újkoromban, hogy így mondjam, hogy az a külső hőmérsékletet mutatja. Tehát például van egy 15W40-es olajunk, akkor az 40 fokos külső hőmérsékletig használható. Ez teljesen nem igaz. A második szám ez egyszerűen arra vonatkozik, hogy megmérik 100 fokon az olaj viszkozitását, megnézik, hogy kapnak egy számot, hogy mennyi a mérés során, és ez alapján besorolják osztályokba. És így van 20-as, 30-as, 40-es, 50-es, vagy akár 60-as olaj, ugye ahogy nő a szám, úgy válik egyre kevésbé folyósa az olaj, még nagy hőmérsékleten is, tehát annál viszkózusabb, annál kevésbé folyékony. Itt ez egy autónak a gépkönyvéből való, érdekes az amerikai autóknak, ez egy Hondának, egy amerikai Hondának, egy az egybe letölthető a gépkönyve, európait nem találtam, és itt látható, hogy megadja, ugye az autóhoz azt ajánlja, hogy benzinmotorhoz való olajat használjunk, és hát ez az autó speciál a 0W20-as olajat használja. És nézzük csak meg a hőmérséklet tartományt. Azt mondja, hogy ha jól látom, most nincs rajtam szemem, mínusz 30-tól plusz 40-ig. Ugye ha régi ideológia igaz lenne, vagy a régi elgondolás, inkább így mondom, bocsánat, akkor az azt jelenti, hogy a 0W20-as olajat 20 fok fölött nem lehetne használni, tehát Magyarországon ez egy használhatatlan olaj. Nem igaz, ez csak annyit jelent ez a szám, hogy 100 fokon ennek az olajnak kisebb a viszkozitása, mint a 40-es olajé. Na de mégis mennyire, ez kérdés lehet, hogy például a 20-as olajnak a viszkozitása 100 fokon, amikor lemérjük, ugye itt látszik fönn, itt van meg ez a kinematikai, vagyis a mozgási viszkozitása 100 fokon, centi stokban mérve, ezt majd mindjárt elmondom, ez egy érdekes mértékegység, azt mondja a 20-asnak, ha azt mérik, hogy 5,6 és 9,3 között van, akkor egyszerűen 20-assá minősítik az olajat. Ha megmérik az olajat 100 fokon, és 12,5 és 16,3 között van a viszkozitása, akkor 40-essé fogják minősíteni. Tehát igazából nincs köze a külső hőmérséklethez ilyen szinten az olaj használatának, vagy az olaj kiválasztásának. Egyébként a rémüldözőket megnyugtatnám, hogy ezen a táblázaton, ez egy relatíve friss táblázat, már van 16-os olaj is. Tehát várható, azt ígérik, hogy hamarosan megjelennek a 0W16-os olajok, hát ott pedig a 6,1 és 8,2 közé kell ugye beesni a 100 fokon mért viszkozitásnak ahhoz, hogy ezt a besorolást kapja meg. Na most visszatérve a mértékegységre és a számokra, ezek kicsit ilyen elvarázsoltnak tűnnek, megmérik, hogy milyen az olajnak a folyóság. A folyóság mérésre olyanok vannak, hogy egy adott lukon mennyi idő alatt tud átfolyni az olaj, meg lehet mérni úgy, hogy milyen ellenállást fejt, ha egy lukon keresztül próbáljuk átolni. Tehát erre számos módszert alkalmaznak a gyárak, hogy az olaj viszkozitását meghatározzák. Azt hiszem ez az adott kalibrált lukon átfolyás adott hőmérsékleten az egyik legáltalánosabban elterjedt. Egy centi sztók a viszkozitása a csapvíznek, hogy így mondjam, 20 fokon. Tehát szóba a hőmérsékleten pont egy, tehát tulajdonképpen azt tudjuk mondani, hogy mondjuk egy 40-es olajnak a folyósága 12,5 és 16,3 tizeddel rosszabb, vagyis annál nehezebben folyik az olaj 100 fokon, mint mondjuk a víz 20 fokon. Ez rossz, hogy két különböző hőmérsékleten van az összehasonlítás, de valahogy mégis talán érezhetővé teszi, hogy mennyivel nehezebben folyik mondjuk az olaj, még 100 fokon is egy motorolaj, mint mondjuk a víz. Az más kérdés, hogyha megnézzük a 16-os olajat, az már csak az alsó értékben már csak 6-szor folyik rosszabbul, mint a víz 100 fokon, tehát már közelíti a víz 20 fokos viszkozitását. Itt egy másik ábrát is föltettem, de csak inkább a szemléltetés kedvéért. Ebben is táblázatosan szerepelnek ezek a viszkozitási adatok. Itt már beírtak egy-két többfokozatú olajat is, ugye ami ma már általános, és itt látszik, hogy hogyan esik az viszkozitás, ugye, és ez csak 40 fok és 100 fok között mutatja az értékeket. Itt nagyon közelieknek tűnnek, de igazából itt minden egyes fokozatnak jelentősége van, minden egyes számnak, minden egyes értéknek, amit talán az is mutat, hogy például a 20-as és a 30-as olaj között is van különbség. Ugye a 20-as az 5,6 és 9,3 közé esik, tehát elképzelhető egy olyan 20-as olaj, ami mondjuk 0W20-as olaj, vagy ami
ami azt mondja, hogy mondjuk 9,2, és elképzelhető lenne olyan 30-as olaj, ami 9,5, egyébként van is ilyen, vagy 9,6-os. Azok nagyon közel esnek, de azért mégis más osztály, mert hiszen itt van a határ, és ez is számít, mert a 20-as olaj az, ahol én megtaláltam egy olajgyártónak a pont a 0W20-as olajánál vastagon kiemelték, hogy ezt az olajat csak abba az autóba használd, amelyikben ilyen való, mert más autót tönkre tehetsz vele. Ezen például látszik, hogy a kis szívómotorokban 0W20-as olajokat használ, de például itt az S2000-es, ami egy sportmotor, ott 5W40-es, tehát ugye 40-es melegviszkozitású olajat ajánl, ugye nem véletlen egy olyan motorról beszélünk, ami literenként 120 lóerőt állít elő, ugye turbó nélkül, ugye szívómotor. Nagyon jó liter teljesítmény, bár a motorkerékpárok ma már ezt lehagyták, ugye 180-200 lóerőnél tartanak. Literenként ugye itt van a régi NSX is, ugye az is sportmotor, ott is a 40-es melegviszkozitást ajánlja. Tehát itt jegyzem meg, hogy a 0W20-as olajoknál, ugye nem a 0W-től kell félni, tehát nem a hideg viszkozitástól kell sose félni, ott amennyire le tudunk menni, annál jobb, hiszen annál gyorsabban eléri a kenési helyeket az olaj még alacsony hőmérséklet mellett is, hanem a meleg viszkozitás az, ami többnyire bajt tehet a motorunkban, mert ha ott az nagyon alacsony, illetve az ahhoz tartozó viszkozitás túl alacsony, akkor ott tönkre tehetjük a motort. Egyébként a hideg viszkozitás ott okozhat gondot, például a hibridekben, hogyha ott viszont nem a 0W-s olajat használjuk, vagy legrosszabb esetben 5W-set, mert ott ugye hol elindul a motor, hol leáll, ott nagyon fontos, hogy az olaj egyből el tudjon menni, ha ott valaki például valami régi reflex alapján, vagy azt tud olcsón szerezni, 15W-40-es olajat tölt mondjuk egy Toyota Priusba, azzal 100 000 kilométerekkel csökkenti a motor élettartamát. Még a kisebb olajgyártók is mondjuk 5 vagy 6 féle 5W30-as olajat árulnak, de van, aki még sokkal többet, HTHS. Dobozokon nincs feltüntetve, ha ezt a kettőt eltaláljuk, akkor biztos, hogy nem ártunk az autónak.